Tavasz Nyíregyházán. Virágba borultak a parkok, kitették a köztéri bútorokat. Uniós cikluszárás, 8800 milliárdos beruházások történtek a korábbi 7 évben. Kórházfejlesztés, megújult a sürgősségi betegellátó centrum. Önök a Nyíregyházi Televízió híradóját látják, jó estét kívánok! Megérkezett az igazi tavasz Nyíregyháza közterein is, virágba borultak a parkok, a Nyír-VV Kft. Munkatársai a héten kihelyezték a köztéri padokat, folyamatosan játszóterek homokcseréje, és hamarosan kikerülnek helyükre a dézsás növények is. Megkezdődött a tavaszi üzemmód a Nyíregyházi Város üzemeltetési cégnél is. A város közparkjaiban folyamatos a gyomlálás, fűnyírás, gyepszellőztetés és a faápolás. Beüzemelik az öntözőrendszereket, az elmúlt napokban pedig már a télen karbantartás alatt átesett köztéri padokat is kihelyezték. Tavaly óta ezeket és a szemetes szelencéket már fertőtlenítő szerrel is tisztítják, figyelve ezzel is a higiéniára. Az érkerti városrészben a sárga színű padok már 30-35 évesek voltak, ezeket lecserélik, 60 új bútort helyeznek ki. Idén még a Malomkertben lesz padcsere, jövőre pedig Örökösföldön és a Józsavárosban is. A köztisztasági munka is folyamatos, hajnalban két seprőgép dolgozik az utcákon. Ahogy az idő engedi, kihelyezik a dézsás növényeket, és hamarosan elkezdik a 80 játszótér éves karbantartását is. A homokozók földjének cseréje már megkezdődött, ezeket 160 köbméter friss homokkal töltik fel. A parkokban májusban elültetnek több mint 50 ezer egynyári és kannás virágot, de a virágosításban a balkonföld akcióval a lakosságot is ösztönözték. Szombaton szállítottuk ki az utolsó szállítmányokat, és azt örömmel tapasztaltuk, hogy mindenütt tűnnek el ezek a földkupacok, tehát használják, illetve néhány esetben kértek még más helyszínekre is balkonföldet, ezeket minden évben pontosítjuk a lakosság igényének megfelelően. Az irodavezető elmondta, sajnos még mindig előfordul, hogy a kutyatulajdonosok kedvencüket beviszik a játszóterekre, a parkokba, és hagyják, hogy a virágágyásokban kaparjanak, az ürülékeket pedig nem gyűjtik össze, pedig ez közös felelősségünk. Mintegy 8800 milliárd forint támogatás felhasználásával valósultak meg beruházások Magyarországon a 2007-2013-as uniós fejlesztési ciklusban. Az elszámolás 2017 nyaráig tart. A támogatások felét közlekedésfejlesztési és környezetfejlesztési projektek teszik ki. A lezárult fejlesztési ciklusban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében többek között autópályaszakasz, több körforgalom és tározó épült. A 2007-2013-as időszak uniós forrásait lehívta Magyarország, a kifizetés 2017 nyaráig tart. A korábban bejelentett 8200 milliárd forinttal szemben a teljes kifizetés mintegy 8800 milliárd forint lesz. Az árfolyam különbözet miatt évvégéig további 400 milliárd forint kifizetése vált lehetővé. Ezen felül még 200 milliárd forint értékben történik kifizetés. 70.560 projekt részesült támogatásban, a leszerződött projektek 9.536 milliárd forintot tesznek ki. A jóváhagyott támogatások felét közlekedés, illetve környezetfejlesztési projektek teszik ki, 3.364, illetve 1.570 milliárd forint értékben. Emellett jelentős támogatásban részesültek az oktatási, a foglalkoztatási, a vállalkozásfejlesztési és az egészségügyi projektek is. Mintegy 28 ezer kis- és középvállalkozás kapott támogatást, több mint 100 ezer munkahely jött létre. Kutatásfejlesztés és innovációt támogató beruházások 366 milliárd forint támogatást kaptak, turisztikai fejlesztések 314 milliárd, településfejlesztési projektek 259 milliárd, közigazgatási projektek 197 milliárd forint támogatással valósulhattak meg. A vállalkozások összesen 1651 milliárd forint támogatásban részesültek, ami közel 43 ezer támogatott projektet jelent. 2007 és 2013 között az Európai Uniós forrásokból Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is jelentős beruházások valósultak meg.
A legnagyobb beruházások, amelyek megvalósultak, egy néhányat említenék, itt a Nyíregyháza Vásárosnamény közötti autópályaszakasz. Több körforgalom, akár Nyíregyházan is, akár Vásárosnaményben, ha már a két települést, két várost említettem, valósultak meg, illetve környezetvédelemmel kapcsolatos tározóknak az ügyét említhetnénk. Itt közel több tározó is megvalósult, és ezeknek a nagyságrendje az meghaladja a 20 milliárd forintot, némely projektek esetében majdnem eléri a 30 milliárd forintos nagyságrendet, az előzően említett projektekre is vonatkozik ez az összegszerűségében. A 2014-2020-as ciklusban 2016. március 28-áig 189 pályázati felhívás jelent meg, mintegy 4620 milliárd forintos keretösszegben, amely a források 52%-a. Már több mint 11.000 pályázat érkezett be, több mint 2900 milliárd forint értékben. Nyitott pályázatok alapján 141 felhívásban 3708 milliárd forintra lehet pályázatokat benyújtani. Eddig több mint 2300 projekt nyert támogatást, közel 800 milliárd forint értékben. A legtöbb nyertest a gazdaságfejlesztési innovációs operatív program konstrukcióban rögzítették, kifizetésekre továbbra is mindössze két operatív programban, a GINOP és KEHOP programban került sor, mintegy 17 milliárd forint értékben. Az év második felétől több 100 milliárd forint nagyságrendben indulhatnak lehívások. Másfél milliárd forintból korszerű, jól felszerelt sürgősségi betegellátó centrumot alakítottak ki a Józsa András Oktatókórházban. A több mint 30 éve létrehozott osztály a régi sebészeti tömb és a kék csíkkal jelzett épület között kapott helyet. A különlegessége, hogy az azonnali ellátást igénylő betegeket itt kezelni tudják, majd ha szükséges, átirányítják egy másik osztályra. A fejlesztésekről sajtótájékoztatón számoltak be. Már az új helyen fogadja a pácienseket a sürgősségi osztály. A régi sebészeti tömb és a kékcsíkos épület között történik ide a betegfelvétel. A régi szűk, sötét folyosók helyett most már tágas terek, nyugati színvonalú diszpécser szolgálat, várók, vizsgálók és berendezések fogadják a betegeket és hozzátartozóikat. Közel 1500 négyzetméteresre bővült a sürgősségi betegellátó centrum. A korábbi 99 fős férőhely 114-re emelkedett, a 8 ágyas intenzív részlegen pedig a legsúlyosabb betegek is azonnali ellátást kaphatnak. A másfél milliárd forintból megvalósult fejlesztést már az osztály dolgozói is nagyon várták. Most lényegesen jobb, kulturált, nagy tereink vannak, világos, szép nagy tereink. A betegek, a hozzátartozók nyugodtak, elférnek, megfelelő felvilágosítást, tájékoztatást kapnak. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a dolgozók jól érzik magukat az új épületben. Az ápolók mosolyogni szoktak, ami nagyon nagy eredmény. Az orvosok nyugodtan tudják végezni a dolgukat, nem keresztezik egymást a betegutak, nem rohangálnak az orvosok a váron keresztül a hozzátartozókba ütközve. Az egész osztály szerkezete, struktúrája, minősége átalakult. Éves szinten 40 ezer páciens fordul meg a kórház sürgősségi osztályán. A betegeket 26 orvos és 50 ápoló szolgálja ki. Ezt már dr. Adorján Gusztáv hangsúlyozta. A főigazgató hozzáfűzte, korábban több helyszínen nem optimális körülmények között dolgoztak az osztály munkatársai. Az új beléptetőrendszer azonban hatékonyabb betegirányítást biztosít. Olyan ellátást tudunk biztosítani, amit azt gondolom szinte országban egyedülálló, hisz már itt ezen a sürgősségi ellátóhelyen elkezdődik például a sztrókos betegeknek a lízise. Ez nagyon kevés helyen van az osztály az országban, és hát nagyon jó kapcsolat van ugye pont ezáltal, hogy különböző szakvizsgás emberek itt dolgoznak ezen a osztályon, tehát nagyon komoly szakmai munkát tudunk végezni. A sürgősségi új helyre történő átköltözésével a parkolási rend is megváltozott a kórházban. Az osztály főbejárat előtt található parkolókban alapvetően csak a mentők és az ellátást biztosító tehergépjárművek állhatnak meg. Ha valaki idehoz beteget és használni szeretné a parkolót, azt a portához érkezve jeleznie kell. Jelezve a biztonsági őrök felé, hogy ő sürgős beteget hoz, be fogják engedni, és el tud jutni a sürgősségi betegellátó centrum főbejáratához, ott át tudja adni a beteget a szakavatott személyeknek, és utána természetesen minél előbb a gépjárművel el kell hagyni a területet, hiszen a mentőforgalom folyamatos, és az eddigi tapasztalataink alapján a sürgősségi épületünk előtt kialakított mentőparkolók száma az igényli azt, hogy csak a mentőgépjárművek parkolhassanak, hiszen ott az 5 darab férőhely az arra pont elegendő, hogy azt a napi forgalmat
tulajdonképpen kiszolgálja. A sürgősségi mellett az egyes számú belgyógyászat is átköltözött a tömbkórház új épületébe. Erről Szegedi László osztályvezető főorvos számolt be. Az általános szakrendelés kivételével, ami a régi STK épületében maradt, minden más többek között a magas vérnyomást, az angiológiát, a vesegondozót, a gastroenterológiai szakrendelést, valamint az endoszkópos labort is már az új helyen találják meg a betegek. Megkezdődött az Idősek Akadémiája idei programsorozata. Április 5 és május 3-a között 5 előadást tartanak a nyugdíjasoknak. Az első rendezvényen a lelki egészség megőrzéséről hallhattak az érdeklődők. Megkezdődött az Idősek Akadémiája idei programsorozata. A rendezvény megnyitóján Jászai Menyhért alpolgármester azt mondta, az önkormányzat számára minden korosztály nagyon fontos. Kiemelt figyelmet fordítanak az idősekre, akik gyakran egyedül, elszigetelten élnek. Ezért nagyon fontos, hogy milyen intézményrendszer és szolgáltatás áll rendelkezésükre. A rendszernek nagyon fontos eleme, hogy a lelkükkel, a mentális egészségükkel is foglalkozzunk, és karbantartsuk. Ez egy találkozási lehetőség számukra, hogy itt vagyunk együtt, és olyan hasznos előadásokat tudunk meghallgatni, hallgatnak meg az idősek ezen az akadémián, amely az ő életüket teljesebbé teszi. Hiszen mindenki az életének a teljességére törekszik, hogy azt ki tudja teljesíteni, minden korosztály. Lelkünk egészségének megőrzése. Ezt a címet kapta a programsorozat első előadása. A mentálhigiénikus arra hívta fel a figyelmet, hogy a lélek egészségével folyamatosan törődni kell. Ismerjük fel a nehéz helyzeteinket, azt pedig, hogy kezeljük. Tehát a félelemről, szorongásról, krízisről lesz konkrétan szó, annak kezeléséről. Már 21. alkalommal tartják meg Nyíregyházán az Idősek Akadémiáját, tavasszal és ősszel is szerveznek előadássorozatot a nyugdíjasoknak. Nagyon nagy igény mutatkozik az idősek részéről arra, hogy egy kis lelki megnyugvást, egy kis lelki támogatást nyújtsunk számukra, és ne csak egyéni beszélgetések, hanem szakemberek által. Az Idős Akadémia gyakorlatilag ezt a célt szolgálja már 21 éve. Dr. Exterdéné Zsurkai Ilona mentálhigiénikus előadását idén tavasszal még 4 rendezvény követi. Április 12-én dr. Kis Ferenc a Nyíregyházi Egyetem általános rektor helyettese a Fenntartható Fejlődés az Emberi Lét Összefüggései címmel tart előadást. Április 19-én dr. Mihuc Mária házi orvos várja az érdeklődőket, hogyan erősíthetjük testünk védekező rendszerét című előadásával. A Hit, élet és a lelki béke címmel április 26-án Tóth László plébános tart előadást, majd május 3-án professzor dr. Semsei Imre, a Debreceni Egyetem egészségügyi karának dékánja, az öregedés művészetéről beszél az érdeklődőknek. Évadzáró koncertjéhez érkezett a Filharmónia Magyarország. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar a Cantemus kórus és több szólista előadásában csendült fel Dvorzsák Stabat Matere. Mindjárt jönnek a részletek, előtte azonban nézzük a nap további híreit. Ma délelőtt Nagykálló főutcáján egy kanyarodó személygépkocsi és egy egyenesen haladó kerékpáros ütközött. A biciklista mentő kórházba szállították. Délben a Sóstói és a Stadion utca kereszteződésében történt baleset. A felsőbbrendű úton haladó személygépkocsinak ütközött egy figyelmetlen autós, személyi sérülés nem történt. Az idei felvételi eljárásban országosan 5%-kal többen jelentkeztek a felsőoktatásba, mint tavaly. A Nyíregyházi Egyetemet a korábbinál 16%-kal többen jelölték meg. A jelentkezők 46%-a az alapképzést, 21%-a a felsőoktatási szakképzést és 15%-a a mesterképzést jelölte meg. Az osztatlan tanárképzést a jelentkezők 18%-a választotta. Évadzáró koncertjéhez érkezett a Filharmónia Magyarország, a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar, a Cantemus kórus és több szólista előadásában csendült fel Dvorzsák Stabat Matere. Dvorzsák Stabat Mater című oratórikus művét adták elő a művészek a Kodály Zoltán általános iskola hangversenytermében. A mű az egyházi zeneirodalom egyik legjelentősebb alkotása, amely Szűz Mária keresztfa mellett átélt fájdalmáról szól. A műben megjelenik a cseh zeneszerző személyes tragédiája is, hiszen 3 gyermeke elvesztését követően komponálta a darabot.
Az estén a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar volt a hangszeres apparátus megszólaltatója, az énekkar pedig a nyíregyházi Kántemus vegyeskar volt. Szólistaként Biri Gergő, Kazár Tiziana, Rendes Ágnes és Kis András vett részt a darabban. Nagyon finoman ki van egyensúlyozva a 10 tétel a szólisták és a kórus között, de azt kell mondanom, hogy a gerincét talán mégis inkább a kórus viszi a darabnak. Majdnem minden tételben megjelenik a kórus hangja. Egy-két olyan szóló tétel van, amelyik nélkülözi a kórus szerepét. De nagyon, mondom még egyszer, nagyon ügyesen egyensúlyozott a zeneszerző, mert azért a szólistákat is elég gyakran megszólaltatja a darab során. Az énekeseket kihívás elé állította a nem mindennapi darab. A basszus szólista Kis András az Operaház magánénekese volt. Nem tud egy hétköznapi módon hozzáállni ez a darabhoz, tehát annyira szakrális, és annyira fantasztikusan átitatja a zenét ez a szakrális dolog, hogy nem lehet úgy hozzáállni, mint hogyha tehát a lelket fölemeli. A Stabat Mater a Filharmónia utolsó előadása volt ebben az évadban. Jövőre ismét színvonalas művekkel várják a zeneszeretőket. Fellépnek a Kodály Filharmonikusok, a Budapesti Fesztiválzenekar, a Liszt Ferenc Kamarazenekar Miklós Erika operaénekesnővel, de színpadra lépnek a Szabolcsi Szimfonikusok is Gál Tamás vezényletével. A következő évadot a Nemzeti Énekkar és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar zárja. Továbbra is vezeti az NB3-as tabellát a Nyíregyháza Spartakusz. A labdarúgó csapat a hétvégén hazai környezetben játszik a Tája ellen. A Spari szeretne a hátralévő mérkőzéseken a gól arányán is javítani. Putnokon 2-0-ra nyert a legutóbbi mérkőzésen a Spari, és ez előrzi 3 pontos előnyét a tabella élén a Cegléddel szemben. Bár az első 2 jut fel az NB2-be, a Nyíregyháza számára egyértelműen a bajnoki cím a cél, sőt a szakmai stáb szeretné, ha minden mutatóban a Spartakusz lenne a legjobb. Jelenleg a rúgott gólok számát tekintve csak második. Ezért nem adnak semmiféle kupát, ez csak egy olyan hab lenne a tortán, amit szokták mondani. Eddig a legtöbb győzelmünk van. A legtöbb pontunk nyilván. Nézd, ez nem annyira fontos talán, de azt gondolom, hogy a közönség megérdemelné azt, hogy a legtöbb gólkat illető számokban is mi lennénk az elsők. Van most ilyen deficitünk még ezzel kapcsolatban. A Cigány nálunk több gólt lőtt, persze többet is kapott. Én ezt nem is ígérem, de inkább azt sejtettem, hogy a nézőkkel, hogy meg fogunk tenni annak érdekében mindent, hogy a mindenféle mutatóban az elsők legyünk. A legfontosabb persze a bajnoki cím. A csapat a hétvégén a Táját fogadja. A vendégek jelenleg a 16. helyen állnak a tabellán. Ősszel idegenben is nyert a Spari 1-0-ra Zorán Kostics góljával. Tavasszal még nem nyertek a borsodiak, kétszer játszottak döntetlent, a többi találkozón viszont kikaptak. Az elmúlt fordulóban 1-1-es döntetlenre végeztek a Debrecennel. A Nyíregyháza Spartakusz Tája mérkőzés szombaton 16 óra 30 perckor kezdődik a Városi Stadionban. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer röviden. Megérkezett az igazi tavasz Nyíregyháza közterein, és virágba borultak a parkok, a NyírVV Kft. Munkatársai a héten kihelyezték a köztéri padokat, folyamatos a játszóterek homokcseréje, és hamarosan kikerülnek helyükre a dézsás növények is. Mintegy 8800 milliárd forint támogatás felhasználásával valósultak meg beruházások Magyarországon a 2007-2013-as uniós fejlesztési ciklusban. A lezárult fejlesztési ciklusban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében többek között autópályaszakasz, több körforgalom és tározó épült. 1,5 milliárd forintból korszerű, jól felszerelt sürgőségi betegellátó centrumot alakítottak ki a József András Oktatókórházban. A több mint 30 éve létrehozott osztály a régi sebészeti tömb és a kék csíkkal jelzett épület között kapott helyet. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták, rövidesen jön az időjárás jelentés, a legfrissebb információkkal pedig csütörtökön ismét jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!